A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a horvátok hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újjak állítására hirdette meg pályázatát. A kozármislenyi horvát önkormányzat is pályázott és nyert 650 000 forintot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT felhívásán. A temetőhöz vezető úton felállított keresztet Barics Gábriel görcsönyi plébános áldotta meg. Én nagyon örülök, mikor ilyen helyre eljöhetek. Most is egy szép kis ünnepség keretében szentelték föl az új útmenti keresztet, és remélem, hogy ahogy hallottuk, az itt elhaladók keresztet vetnek, és egy kicsit a temetőbe menet visszaemlékeznek azokra az időkre, amikor talán még több horvát is volt ezen a környéken, illetve arra, hogy milyen fontos nekik a hitük és a katolikus egyházhoz való viszonyuk. Ezen a napon helyezték el a helyi Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinek Zárda templomában azt a sókristályokból készült betlehemi szoborcsoportot is, amit Pág testvértelepülés küldöttsége hozott Kozármislenybe, hogy az idei adventben legyen a templom éke. Az egyik legérdekesebb testvérkapcsolati továbbépülésünk ugye a Págvárossal úgy alakult, hogy a hitéletet is tudjuk azzal erősíteni, hogy ami egy nagyon nagy hagyományokkal bíró városból érkezik, az nekünk mindig nagy dolognak számít, mert ez a Kozármislenyi fiatal város, nincs olyan mély történelmi múltja, mint Págvárosnak. És hát ugye sótömbökből, sókristályokból van egy betlehemük. A különleges betlehemet, melyet pági kövek, ott termő fák ágai és gyógynövények levelei díszítik, 2008-ban Rómában is kiállították.